Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőit, melyek azok az útszakaszok, amelyek a térségben a Tisza-tó körül az elmúlt időszakban megújultak, amelynek ma volt a bejárása. Most a mai napon műszaki bejárást hajtottunk végre, az év végén elkészült újabb útszakaszok tekintettük meg, megnéztük a Tiszarofi útszakasz, ez a leghosszabb teljes útburkolati megújuláson keresztül ment út, majd Abátszalók Tiszabura felőli részén, majd Tiszaders felőli részén egy kisebb szakasz újult meg teljes mértékben, majd megint egy nagyobb útszakasz Tiszaders és Tiszafüred között. Én azt gondolom, hogy folyamatosan haladunk, még mindig vannak rossz állapotban, gyenge állapotban lévő útszakaszok, de azt gondolom, hogy néhány éven belül utol fogjuk érni magunkat, hiszen több évtizedes elmaradást nem lehet egyik évről a másikra megvalósítani, de azt gondolom, hogy aki itt közlekedik a térségbe, az látja azt, hogy egyre több út és útszakasz újul meg. Milyen forrásból történik a megvalósulása, vagy történt a megvalósulása ezeknek az útszakaszoknak? Ez mind a két forrás, a közútnak a forrása és a Magyar Falu programból megújult útszakaszok is, magyar állam, tehát nemzeti forrásból újultak meg. Ezek nem új uniós pályázatok, hanem magyar nemzeti forrásból létrejött pályázatok. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy már nem csak az Európai Uniós forrásokra tudunk támaszkodni, hanem hazai, a magyar gazdaság ki tudja termelni azt, hogy utakat újítsunk fel magyar gazdasági forrásokból.